A világjárvány előtti 2018-as felvételek a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában. A Kantémusz Nemzetközi Kórusfesztiválra akkor több ázsiai ország mellett Dél-Afrikából is érkeztek énekkarok. A 2020-as online program sorozat után idén augusztusban ismét vendégeket fogadnak Nyíregyházán. Az erről tartott tájékoztatón elhangzott, többek között Észtországból, Spanyolországból, Olaszországból és Törökországból is érkeznek világversenygyőztes együttesek. Tulajdonképpen nagyon nagy változás így nincsen, a külső szemlélő nem fog tapasztalni, mert 10 énekkar érkezik, főleg Európából, de az Amerikai Egyesült Államokból is jön egy kórus, és itt vannak a mi helyi vendéglátó énekkaraink, tehát összesen 16 énekkar fog megmutatkozni a fesztivál során. Ez nagyjából ugyanaz a szám, mint ahogy az elmúlt években tapasztalhatták a nyíregyháziak. A koncertek mennyisége sem változik, a minősége feltehetőleg javulni fog. Tehát elképzelhető, hogy tényleg magasabb színvonalú produkciókat hallunk majd. Ugye itt most nem önkéntes alapon jelentkeztek a kórusok, hanem célzottan tényleg a legjobbakat hívtuk, úgyhogy szerintem ebből a szempontból még izgalmasabb lesz. A Kantémusz 1996 óta két évente rendez kórusfesztivált és karvezetői mesterkurzust. A mára nemzetközileg is elismert rendezvény sikeréhez a nyíregyháziak és a megyében élők is nagyban hozzájárulnak. A város vezetésnek az kiemelten fontos, hogy egy ilyen nemzetközi hírű, jól megalapozott zenei műhely, mint ami itt van a Kodály Zoltán általános iskolában, az permanensen menjen mindenfajta problémák mellett ellenére, elsősorban a Covid járványra és annak a hatásaira gondolok, ami ugye a bezártságot eredményezte egy időben, egy olyan műfajban, ahol az élő gyakorlások, a próbák azok nem hiszem, hogy helyettesíthetőek, és a város ezt rendszeresen külön is dotálja. 6 millió forintot adunk minden évben, nyilván más támogatások mellett a Kantémusz kórusnak, hogy ezt a fesztivált ezt meg tudja rendezni, hiszen Nyíregyháza városának a nagy rendezvényei között szerepel. Az idei fesztivál rendhagyó, hiszen a résztvevő kórusok nem versenyeznek majd. A hagyományokhoz híven azonban lesz folklórest a Kossuth téren, és az augusztus 20-ai gálakoncert sem marad el. A közönség augusztus 16-a és 21-e között Nyíregyházán kívül Vállajon, Tiszadadán, Nyírbátorban, Tokajban, Gávavencsellőn és Kálósemjénben is hallhatja a nemzetközileg elismert együtteseket. A koncertek nagy része ingyenes, a korlátozott férőhelyes helyszíneken azonban jegy, illetve bérlet szükséges. A fesztiválhoz kapcsolódó karvezetői mesterkurzusra számos növendék vagy kezdő karvezető érkezik. A résztvevők záró hangversenyét augusztus 21-én rendezik meg a Kodály Zoltán általános iskola hangversenytermében.